köszöntök mindenkit, aki megmutatta a hívásomra. Elhúztatom önöket, hogy Rabokámán már az előző testvérésen sem volt, hogy polgármester jelezte, hogy nem jönni. Tehát oda sem és ide sem, amit Miklós mondta. Sándor Miklós előbbi telefonálhoz 5 perccel késni fog. Sukri Zsoltról nem tudok. Ennek ellenére, ha jól gondolom, hogy 4-en a hívből határozott képességünk, és rendben van rá, hogy szeporodni is fogunk a továbbiakban. Egyetlen napirend van, ez a bizonyos FEOP-2 pályázatnak a pályázati kiválasztásnak előkészítése. Új rendszerint nagy most már, ez az első, mióta elfogadtuk a beszerzési felújítására szóló szabályzatunkat, az önkormányi rendelete párhuzamosan rögzítettek rá, és most a bizottság, nem pedig az otthon bizottság végzi azt a munkát, amit eddig utolsó bizottság néhány napon keresztül. Ezt az anyagot, amit kaptunk, ezt a papi állította össze. Bocsánat, igen, napi rendet köszönöm segítséget. Tehát más napi rendet nem javasol, van egy törvénytől javaslat. Ha nincs, csak egyetért a egyetlen napi rend megtárgyalására, azt tegye fel a kezét. Köszönöm szépen. És akkor ott folytatom, az előbb abba hagytam. Jövő héten lenne egy testületi ülés, kedden 17-én. Ennek a kiválasztására, jól értettem, ugye? Igen. Előtte nyilván a bizottság ismét összekerül, tehát úgy tervezem, hogy vagy 14 órára körülbelül meghirdetek 17-én kedden után egy pénzügyi és hogy ennek alapján, amit majd holnap reményénk szerint el tudja indítani a Vabi, akkor és a testületei rá várom, akkor ki tudja választani azt, akit megbíz ez a feladattal. Jól mondtam? Köszönöm, és akkor hajtogassuk fel ezt a dolgot. Ugye a szabályzat szerint az egyes számon elépett, mindjárt azt mondja, hogy ugye ezt meg kell itt a szabályzat szerint dokolni, hogy miért megtörtént. Beruházási javaslat szövegezése. És javasol is a polgármester úr négyet, mert itt együttműködve vannak négy céget, egyet javasol el hívni, és a mögötte pedig maga az ajánlati felhívás van, amiben jó néhány kipontozott sorban. Mindjárt az első kérdésem az volna, erre biztos fog tudni válaszolni, vagy a Vali, vagy a én értem csak el, hogy én értem rosszul, hogy az van, hogy mennyisége két pályázat. Miért két pályázat? Nem egy pályázat keretében lesz ez? Igazán nem tudom, hogy ez technikailag, hogy ez beadva, mert most még azzal sincs, ugye itt a backup pályázat is bekavarik, tehát abba is be lehet tenni a Rákóczi épületnek az energetikáját, ami arra is pont ma beszéltünk a ProRégióval, hogy is érdemes esetleg, most akkor igen, meg hogy legyen, hogy esetleg beletegyük a backupos pályázatba is a teljes felújítást, vagy oda csak a ütéskorszakot, hogy erről kimarad. Erre még nem kaptam választ, úgyhogy ez így kicsit, tehát ezért így adtuk be, hogy a két épületre. Akkor fölmerül az a kérdés, ami múltkor fölmerült még ad hoknál, ugye, hogy ha mind a kettőről, ha egy talán, de szóval megint jön ezek a variációk, amik nem utána azt a testet is téma volt. De mondjuk ki lehet itt azt írni, hogy ez egy pályázat, mert nyilván a döntés az, hogy mind a két épületre be fogjuk adni a pályázatot, csak ez mert utána meg részek. Tehát azt mondhatjuk, hogy egy pályázat, csak annak két része van. Arról beszél, igen, a mennyiségképpen, de ellentmond a kettő egymás meg itt akkor ez egy pályázat tulajdonképpen csak két részből áll. És akkor a kiírásból akkor legyen benne, hogy együtt kérünk akkor, nem? Tessék utánszolni a két részben része. Nem külön-külön kérünk, ha van értelemben, hogy külön-külön kérünk, de akkor az egyetlen kérünk, hogy külön-külön kértünk. De aztán végül is... És akkor végül valaki az együttesét, ezt ugye jobb hárban szállítottak, tehát külön-külön. Vagyis azzal jól jártunk, hogy végül is külön-külön kértük, már volt egy együttes, ami olcsó lett. Akkor tövessük ezt most is talán? Hát szerintem ez nem kerül semmi, meg nem lesz hátrányos. Én azt gondolom, hogy aki pályázik, és aki a kettőre pályázik, az akkor is figyelembe veszi azt a tényt, hogy itt két pályázatról van szó,
a különbséget, hogy az összeget, mert értelemszerűen fajdalosan valószínűleg kevesebbet ajánl meg egyikre, meg a másikra, ha az egy együttes összeg többen lehet. Esetleg javaslatom, hogy kiírásba fel lehet tüntetni, hogy külön-külön beadhat együttes ajánlatot is, és nem tartva jogot arra, hogy a bizottság és később a testület külön-külön nyerte, külön-külön ír egy győztest. Azt kell megnézni a kiírásba, tehát a pályázat kiírásba, hogy egy szervezet hány pályázat kaptak be, mert lehet, hogy csak egyet adhatunk be, és vannak felem több épületre, akkor nyilván a megírásnál is. Hol a pályázat van valakinek itt a helyzetben? Nem kaptunk, akiket nem kaptunk, Hogy itt mi legyen azért úgy, ahogy a programsző felült a figyelmet, hogy ne próbáljunk azért meg kókereket majd kiválasztani annak idején, aki no-name meg egyedek, tessék. Referencia már mondva, amit persze, ezt adhatatlan. Hát itt ugye nem lehet kérni garanciát, vagy biztosítást. Tehát azért is nincs odaírva semmi, szerintem a gazdasági alkalmasságnál, amit lehetne kérni. Ez mi itt ez a terület? Ez lehetetlen. Mi ez az a séma, ami a szabályzatban van, és miután Gabi izgondban volt, illetőleg mondom, hogy hát most azért nem is tudok. Tehát a séma megmarad, de ebben vannak olyan részek, ami értelemszerűen nem tudok. Akkor azt hagyjuk ki szerintem, mert ez zavaró. Nem? De a Gabi nekem elmondta ezt, hogy a sikerdíjas dolognál volt valaki, aki előzetesben gondolkodik ilyenben. Igen, ugye viszont is elmondhatom vele persze, hogy valakinél már ez felvetődött, és hát ez jó halljunk, vagy ne akarjunk sikerdíjat. Az egészen sikerdíjat kéne csinálni. Hát a madárendői, jó? Hát nem miért? A madárendői, akkor fizessünk, nem? Hát ha jön, csak a kész. Nem biztos, hogy bár, hogy nem biztos, hogy bár, hogy igen, csak már nehezen tudunk dönni, már bocsánat, hogy visszahasonlítani, akkor nehezen tudunk összehasonlítani, tehát hogy az egyik sikerdíjas, a másik nem. És akkor hogy amikor olyan nagy neked már nem tudom, hogy ilyen lehetségesek, hogy azt mondja, hogy megadhatunk egy minimális költségbe, és akkor még egy plusz sikerdíjat, amikor ilyen is lehetséges, nem? Azt kellene lehetséges a költség. Csak ez egy hír. Három variáció lehet. Az a sikerdíj nélkül, csak sikerdíjas, és amit mondasz a kettő. Vagy kettő, jó. Hát szerintem egy olyan kellene egyébként, hogy a megbízási díj 50%-a az minden körülmények között jár, a másik 50%-a pedig sikeres pályázat esetén. Ez szerintem egy korrekt elvárás, azt a költséget, amiben elkerül nekik, azt meg is kapják, és a másik részében pedig hátra tudnak segíteni abban, hogy szakmailag megfelelő anyagot elkészítve, minél jobb anyagot elkészítve, hogy nyerjenek, mert akkor a másik része az egy sikerdíj lenne. Mert ugye itt azt mondtuk, hogy ez elszámolható egyébként a pályázat. Mindjárt bejön a pályázat írás, és akkor ezt is meg tudjuk nézni benne. Teljesítés határideje. Mit tudunk erre mondani onnan? Milyen határidő lehet? Mi úgy tervezzük, amivel beszéltem most, hogy a júliusi beadása, ami ugye minden hónap 15-e, vagy hogy van? Igen. A prorégiósokkal beszélt, és azt mondta, hogy arra legkésőbb, hogy ők nagyon tudjuk beadni. Tehát akkor azt meg kell előzze nyilván a döntés, testületi, pénzügyi, hát az már magát a... Ez a június 15. A szöveges indoklásban van egy pályázat benyújtásának határideje. Az erre vonatkozik. De én ahogy elmondtam, igen, ez 17-én 12 órára mondta, hogy most a polgármester döntött. Így van, jövő hét. Jövő hét. De ez már július. De a mi nyertest hirdetünk közülük. Nyertes. És a nyertesnek kell elkészíteni a szíteni. Igen, tehát ezt kérjük a csak nem tudom, hogy mi. Erre május 17-ig kell ez a délig.
kiválasztjuk, akit kiválasztunk, annak majd segítségünk. Ez így jó, május lényegében? Hát figyelembe kellett venni itt, ahogy elmondták az előző testületén, hogy meg kell adnunk itt minél előbb. Hát itt lesz róla döntés, akkor el kell kezdeni még ennek tervezni, és azt mondta, ahogy most mondtam az előbb a júliusig, hogy azt tanácsolták, hogy a július a legkésőbb műsünkbe magát a kész anyagot. Teljesen egyetértek, csak azt nem értem, hogy 5 nap pünkösdel tartítva elegendő-e arra, hogy egy megalapozott pályázatot ide letegyenek. Ez csak egy kérdés. Hát előzetesen mi kértünk már be ezeket a cégeket, akiket azok már adtak be, tehát hogy most esetleg, hogyha lesz olyan döntés, hogy adjanak meg referenciákat, hogy valami ilyesmit kikerül. Mások azokat kell hozzájönni. Azt kell. Ezeket föllap már gyorsítva. Tehát ismernek bennünket, hogy a Szolgó, ott a Prolégi, ott az Energy 3, ugye, mindegyik már dolgozott nekünk. Akkor térjünk vissza. Most ez csak annyira befolyásolja, hogy ők már foglalkoztak ezzel, tehát van elképzelésük az ára, ahol meg lesz a konkrét kiírás, az ajánlati felhívás. Ahhoz alakítják. Ahhoz alakítják, tehát arra szerintem elégnek kell menni a 15. év az időben. Tehát a mennyiségű volt szó, arról keresünk választ, és a másik a sikerdíjba beleütköztünk, és arra majd el kell kérem, hogy elmondod nekem elmondod. Hát ugye az a lényege, hogy a maga a pályázat írás költség az nem számolható a pályázatban. Akkor még inkább így kell, hogy 50%-ok járjon, és 50% sikerdíj. Akkor még inkább így. Tehát az, ami lehet kombinálni, hogy akkor aztán pályázatírás. Különösen, hogyha azt az előrejelzést veszük, amit a szemezzel kapcsolatban Jóska mondott, hogy azért nem olyan nagy sanszal indulunk itt ebben. Ebben elég jó lehet. Ebben akkor melyikben? A kisbélyenes. A harmadik, amire döntöttünk az utolsó napját. Igen, abban nagyon kevés. Ebben is azt mondta. Én így emlékszem, de lehet, hogy a 30 milliósban a kisbélyenes. A kisbélyenes. Itt is abban tényleg már a Pogácsás kijelentett a rádióban, és mikor is hallotta, én is valamelyik nap reggel, hogy csak a szegény önkormányzatok jöhetnek. Hát őket részesítik ennyiben, de hát ezt tudjuk mutatni. Hát most mi szegények vagyunk, mert nincs pénzünk. Valójú képességünk. Az a baj, hogy mindig képességünk. Mondja akkor, Gabi. Minden önkormányzat csak egy támogatási kérelem, de nyilván az valahol mások biztos le van nyilván, hogy több épületre is. Hát nyilván sérül van, persze. Jó, akkor egy pályázat két részből kész, akkor ezt kell írni, és akkor a második részünk, hogy beleütöztünk a sikerdíjnek a dolga, de ha úgy mondja, hogy nem elszámolunk, ez kérdés volt, akkor doktor azt javasolja, hogy akkor sikerdíjas legyen. 50%. 50% költség. Vagy mondjuk neki azt, hogy... Ki kell kötni. Tehát, hogy a vállalási díj 50%-át az önkormányzat minden körülmények között kifizeti, a másik 50%-át pedig sikeres pályázat esetén. Mindkét évvel a felmérésre és meg a dokumentációhoz szerintem ez legyen egyetlen. Nem azon a faj, hogy jól van, nem azon a divas. Egy energetikai audit azért az egy nagyon komoly dolog. Hát meg nem tudom. Akkor is meg kell csinálni nyilván, hogyha nem. Azt jogszabályozzák, hogy most módosított a gépvel. Hát arra szerintem nem lehet sikerülés. Hát a fűtéshoz, tehát a megókoshoz. Azt meg kell csinálni. Igen. Szóval aki ugyanott beajánlatot, hogy nem részleteztek külön, hogy most mennyi megy az auditra. Pont ez a blau plán, azt mondta, hogy 0 forintot kér, és akkor csak gyakorlatilag csak a... Nem, hát akkor ez szerintem nagyon előnyösök lehet mondjuk, hogy a többivel szemben is egy összehasonlítható legyen, mert ugye ha azt mondják, hogy csak sikerdíj, akkor az hogy hasonlítod össze a nem. A háromból csak egyik vagy. Itt akartunk elmégis. Itt akartunk elmégis. Csak egyféle díjhatunk, hogy egy összegért kész és a minden sikerdíj. Vagy pedig minden sikerdíj, vagy pedig a tötvenőt, vagy kombinált. Lehet, hogy meg lehetne egyébként a siker, hát most ki az? Tehát esetleg indulunk el onnan, hogy ki az, aki már most adott olyan ajánlatot, mert ha van
Már most tudjuk, hogy láthatatlanban volt olyan, aki sikerdíjét bevállalta, akkor esetleg van értelme kiírni, hogy csak sikerdíjra. Mert ha nem lenne, akkor viszont megvan az az esélye, hogy most ajánlatok. Volt ilyen, csak ő pont olyan az, aki csak így az internetről néztünk le, tehát semmi kapcsolatunk nincs vele, meg ilyen ismerjük. Akkor szerintem legyen ez a kombinált az 50 órán. Van egyet, aki magáról nem lehet, hogy még nincs a piacon, azt lennék, hogy így próbálom. Jó, attól függetlenül lehet, hogy szerencsét lenne, csak hát ez az, amit most nem vállalom, hogy tudja szerintem. Vagy egy pályázati jó mondjam azt, hogy... És hát ugye volt kettő cég, amelyik ugye adott be, hogy a projektmenedzsmentre is tett ajánlatot, ami szintén még így megkavarja a dolgokat. Tehát nyilván mi most így nem... Tehát milyen alapon szerződjük a projektmenedzsmentre. Miközben ugye van egy olyan megkötés is, hogy pályázat keretére csak akkor számolható a projektmenedzsment, hogyha az önkormányzati vagy állami tulajdonos cég végzi, ami érintő a projektet. Szerintem a következő, ha megnyertük a pályázatot, akkor megnyertük a ajánlattételt, és akkor nyilván olyanokat kellene megkeresni, többet, aki néha felszámolható. Vagy lehet, hogy nem kell külön céget, hanem házon belül meg tudjuk csinálni. Na, akkor hogy legyen a megbízás? Sikerdíjas. Csak sikerdíjas. Nem, én azt javasolnám, hogy megosztok a tárgyat. Megosztok. Mert ennek vannak olyan költségek, van egy hivat megjövődik, és miért tartani, hogy az valamit, amely jók, ezt meg kell csinálni, ezt csak jó csúcsúszabot kell csinálni mindenkinek. Mondjuk ki azt, hogy a vállalkozói megbízási díj 50%-a elszámolható, a másik 50% a sikerdély. Sikeres pályát is kell szépen. Persze. Igen. Együtt sírunk, együtt nevetünk valamilyen részben. Úgy bocsánat, hát kérdőbb a sikerdélyet, hogy mondják, hogy 3% a szövese? 50%. Hát a másik, igen, azért mondtam. Másik volt? Oké, rendben. Tehát mondjuk az egyik tesz egy 2 milliós ajánlatot, akkor 1 milliót hallja. És biztos, hogy utána megcsinálják. A másik 50-et csak, és tulajdonképpen így össze is fogod tudni hasonlítani, mert a másik az meg 2 millió 2-t, a harmadik 3 milliót, értelemszerűen az 50%-a is a legkevesebbnek lesz a legkevesebbje, de a másik 50 meg igen. Akkor a gazdasági alkalmasság egyetlen azt, hogy már indokolta, hogy szerinte elegendő a referencia, hogy azonosokkal rendelkezik, és nem kell külön gazdasági alkalmasság, mert ez talán a gazdasági potenciált nem feltételez. Viszont akkor itt meg az is kérdés, hogy a energetikai cégről is kérünk külön, vagy csak a pályázati referenciát? Igen. A teljesen nem tudom, hogy kettő, persze. Hát van mindig mind a kettő. Így van. Szerződés időtartalma vagy teljesítés határideje, hát itt most teljesítés határidőt kell írnunk, gondolom. Jó, ugye? És az ajánlattétel határidő, vagy ahogy nincs ők. Az még lejjebb lesz. Akkor szerződés időtartalma ez. Akkor ez mi? Május 30? Vagy június 10? Vagy június? Hát 17-én 17 órán az ott polgármester, legkésőbb a világban. Már az ajánlata. Igen, az ajánlat. Én most onnan számolok vissza, hogy június 15-ig be kell nyújtani a pályát. Mikorra készítsen. Igen. Így van. Mikorra, hogy el lehessen előtte fogadni, ki lehessen választani. Így van. Június. Nézzük egy naptárt. Június 5-e az vasárnap, 6-dik a hétfő. Akkor június 6. Ez akkor teljesen jó. Akkor van egy hét rá. Sőt, úgy egy hét, hogy a már hát itt ebben az ajánlati felhívásban van egy ilyen szerződés időtartalma, vagy a teljesítés határideje. Ehhez gondoljuk mi azt, hogy a... Mondjuk itt, ami utána van a szöveg, ugye abból meg inkább azt tűnik, hogy mi, hogy fizetünk.
azt is, és ugye arra vonatkozik, hogy a elkészítésének a díja a pályázat tartalmi bírálatára bocsátásával, illetve az esetleges hiánykutatások teljesítése után, mármint az 50%. Így van, ez is a másik, meg ugye a sikerdíj kifizetése a támogatásról szóló értesítés részletvételét. Akkor ezt úgy kéne megfogalmazni, hogy a szerződés időtartalma arra legyen, akkor a június 6, tehát addig kell teljesíteni. Július 15-e a vállási határidő, akkor nem lehet azt meg, amikor első. Tehát július 15, hogyha beadta a pályázatot, szerintem még akkor, vagy ezt egy nap alatt összekészítetted? Nem, de ha július 15 határidő, akkor ne egy 10 nap előtt időpont. Tudod kérni tőle, hogy elkészítsen, mert az ő még június 10-én még szerintem dolgozni fog. Tehát a pályázat beadási határideje június 15, az a pályázatíró az azt vállalja, hogy odaig elviszi, hogy beadja a pályázatot, formailag azt elfogadják, hogy akkor fizetünk, ha hiánykortás van, akkor azt teljesítik, hogyha ezek minden megvan, akkor fizetünk, de az első határidő az június 15. Akkor legyen június 15. Legyen június 15. Előtte nem várjuk el tőle, hogy 10 napot teszünk. Jó, hát most ugye értelmezhetjük itt a... Jó, hát erről döntöttük el, meg az a határnak valaki valahol, akkor arra kell. Azt hittem, hogy ezt még meg kell nézni, hogy amit ő ráanyagolt, az most jó, az nem jó. Az már csak a pályázatokonitási összeállítása kompetit van, csak meg kell becsülni, meg kell fejelni a levelet hozzá. Jó, akkor ez június 15 szerződés időtartama, és a teljesítés, ez a teljesítés, akkor a pénzügyi teljesítés? Nem. Ez a szerződés teljesítés, tehát akkor kell neki teljesíteni. De pont most. Vagy ez, vagy az maradhat. A 15 pontunk. Igen, mert a 15-re akarjuk beadni önkormányzat. De a sikerdíj kifizetése a támogatásról szóló értesítés készvételével válik esedékessé. Bocsánat, arra gondolok, hogy ez a teljesítés határidő, ez a pénzügyi teljesítés. Nem. A teljesítés... Bocsánat, van egy átidaló javaslatom. Ez az utolsó mondat, ez a sikerdíj kifizetése, ez egyen jöjjön egy bekezdéssel lejjebb. Mert ugye itt van egy számlabenyújtási fizetési határidő, és utána legyen az, hogy ez az egy mondat, hogy az sikerdíjkifizetés. Az még utána következik, így van. A számlabenyújtási 50%-os benyújtási lehetőség. De különben ez az egész szerintem, most már így, hogyha végigolvassuk, ennek az egésznek az ellenszolgáltatás teljesítése, a fizetési határidő részhez kellene az egésznek kerülnie, mert ugye azt mondjuk, hogy a pályázat tartalmi bírálatára, bírálatra bocsátásával, illetve az esetleges hiánykortlások teljesítése után válik esedékessé, ez megint csak az önkormányzat fizetési kötelezettsége. A szerződés időtartalma és a teljesítés határideje. Ezzel a 2016. Június 15, és akkor ami utána van, az egyen lejjebb jön. Az a fizetése vonatkozik, igen. Számla benyújtási lehetőségek meghatározása, és akkor oda kell, ez az első mondat, ami átment. Zoli, tudod, ez a felmérés és rendetlen. Az is, meg a másik is. Igen, a másik és is akkor fizetési határidő 15 nap, igen, és a utolsó mondat a sikerült. Bocsánat, de a esetleg is hiánykutatást tudok tenni, tehát... Az egy mondat, Miklós, az az első bekezdés, egy mondat. És az elkerül a számlanyújtási lehetőségek meghatározására. Hát azt már pontosítjuk ezt. Jó, ezt akkor tessék átdolgozni. Így. Na most a bírálati szempontnál kell akkor ez az összességével elkerülző? Hát a referenciát. Referenciát bedolgozik ide. Igen, persze. Igen, ha nem kérdés referenciát, akkor nem kell, csak az ár. Hanem kérdés bedolgozik. Bedolgozik. Úgyhogy én ezt nem kérdezik, hogy nem bedolgozik. Így, hogy nem. Tehát úgy jobban, persze. Mert nem az van odaírva, hogy a legolcsóbb árajának. Hát hiánypótlást azt most szerintem zárjuk ki, mert arra már most nem lesz idő. Tehát ki kell zárni a hiánypótlást, nem? És akkor ide jön majd az a május 17-12 óra, az ajánlatvételi határidő. Ez tovább, már másik oldal. Ki van zárva, igen? Nem? Nem? Természetes, hogy nem? És akkor most jön az ajánlatvételi határidő, május 17-12 óra, benyújtás módja. Hát én szerintem itt maradjon meg, hogy
Beadhatja postára, de ha nem ér ide, tehát azt ne adjuk meg, hogy mikorra adja postára, mert most akkor mikor határa? Magyar postában nem lehet. Bocsánat, de most ha pont jön a hosszú pünkösdi, tehát postára adja a pénteken, nem biztos, hogy ide fog érni. De, ezt az ő, de azt ne én döntsem el. Tehát ő feladhatja a postára egy hét, holnap is nekem. Az a lényeg, hogy én a keddi postával ezt bontom, vagy kedden 12 óráig beérkezik. Tehát legyen az ő felelősség. Ez legyen az ő felelősségek. De most miért zárnánk ki? Hát ő neki az az egyszerű, hogy postán elküldik, és nem a feladás ajánlat, és beérkezési határideje. Beérkezési határideje. Ne a postáradás határidejét jelöljük meg. Hát azt én mellette kihúztam. Tehát ott, hogy benyújtás módja, ott meghagynám, hogy postai, személyesen odaírjuk a címet majd értelemszerűen. De az, hogy az most akár postán, akár személyesen 12 óráig idején, az legyen az ötösszalában. Az előző nem már benne van, meddig kell idején legkésőbb. A borítékra az, hogy e-mailen küldje el, ugye az nem lehetséges. A borítékra, csomagra kérjük, írják rá, nem felbontod. A beszerzési szabályzatot önmagában kizárja azt, hogy e-mailbe hagyjanak. Igen. Ez az EU-s meg hazai, ezt most kihagyhatjuk ezt a mondatot, mert ez most... Így van, nem rendelmes. Ennél az ajánlatnál, nem? Ugye magyar, a felbontás helye, polgármesteri hivatal. Hát ez az, nem, hogy nem biztos, mert nem biztos. Ki kell találnom, hogy 17-én, de ezt majd festjük a jövő héten a kedvet. De akkor valahol lehet. Hivatalos helyiség, azt kell írni. Az olyan önkormányzati hivatal, vagy polgármesteri hivatal, hivatalos helyisége. Te kész, nem kell megjelölni itt ezt a más szerepet. A bizottság erőben már testületben vagyok. Így van. Elvégös után lesz. Helye, Harsónémeli polgármesteri hivatal, hivatalos helyiség, az kész. És akkor május 17, és mikor lesz a pénzük? 14 óra. 14. Jóra csak elég lesz. 17-én 14 óra. Pénzük. Az 15 óra. Az 13 óra. 17-et mondta, hogy 17. 17 óra. Tűkös. Utána egy napokkal kedden. Szerződéskötésre mennyi? Más. Nem sok. Hát most tervezni, tervezhetjük a másodikat. 18. De bármit beírhatom, aztán majd azt találom, hogy később itt írjunk és előtte lehet. Ez mi ez az ajánlatinteli felhívás feladására, illetőleg megtűzés? Legyen 20-a a szerződéskötés tervezet. Jó, előtte lehet, én is ezt mondtam, amit adottok. Előtte a legkésőbb 20-a írjuk. Így van. Legkésőbb. Úgy kész. Feltervezett időpontja 20-ig. Legkésőbb május 20. Ez mi az, hogy ajánlatételi felhívás feladására? Ezt a Gabi mikor küldi ki a próbálat? Mikor? Holnap. Azt mondjuk, hogy ez mi küldi. Ja, igen. Akkor holnapi napot írjuk fel. Igen, bárnap. Mikor küldjük te felhívást? Nincs pont. De majd adom én ezt neked. Holnap. Ma van 11, akkor 12. 12. Május 12. Hát írja. Nekem azt küldi, megnézni holnap, hogy vagyunk holnap. Sőt. Jó, jöhet. Egyébként nincs. Hát ez holnap, ezt gondolom, így mondok, hogy tudod tudni, de van még egy kicsit, hogy jól látszom. Hát ezt szerintem elég lesz már. Nincs más. Még ez, hogy az egyébként akkor az nincsen. De az egyébként. Igen. Az egyébként nincsen, ugye? Hát szerintem most itt már nincs időtávolra. Akkor az egyébként kihúzzuk. Visszalépéskor. Igen. Hát ott persze. Hát ez egész örökít. Tehát kényszerpálya. Kényszerpálya meg itt, így van. Most itt csak én azt vetek föl, hogy ott a összességében kedvezőbbet határoztuk meg, ebben még most azt szeret az ide kedvezőt. De a sorrendben az ettől még lehet, hogy a következő összességében lehet. De nem mindegy, hogy legkedvezőbb vagy összességében. Hát, én is most ezt is. Most ha lesz egy nagyon egy olcsó és nincs referencia érték különte, és az lesz a következő legjobb, akkor megint szerintem a bizottság egy akár egy sorra, mint a
következő összességével. Én csak azt hiányolom, hogy az összességét írjuk be. A következő összességével meg kell írni. Csak majd ezt a belül, hogy mit csinálunk, az nem az ő dolga. Hogy a sorrendezünk. Csak azért mondom, hogy és ez a kérdés a bizottság, most már rögtön egy sorrendet is kell valami. Persze. 1-2-3 megállapítani. Következő összességében oda az meg a megjön. Legkedvezőbb ajánlat, amivel majd köt. Jó, akkor ez azt mondjuk minden változat? Igen. A kettőknek legyen meg, a is írta ön is, hogy a kettő jó legyen. Én nálam is nagyjából megvan. Kérem szépen akkor. Ha kötelezően csatolandó mellékleteket még nézzük meg. Célszerűen aláírva, jó. Zárboríték, jó. Nem kérdez semmit. Nem fizet az ajánlathoz. Egy bízási tervezet becsatolása szükséges, jó? Kérdések fel azokra e-mailben történhet. Szerintem itt nem kell kérdezgetni. Nem. Akkor ezt húzzuk. Kapcsolattartó neve és pontos eredmény. Van a kiírás, úgy kell megcsinálni kézzel. Hát ez a megfelelő szakági diploma, azt viszont tudjuk, igen. Igen. Az a részét nem. Micsoda? Hát mondjuk a energetikusnak lehet, vagy attól. Én maradhat a szakági diploma szerint. Miért nem? A pályázati róla nyilván szerintem nincs ilyen. Például ugye... Az energetikus, aki aláír az auditot. Annyira az auditot csinálja, mert van papírja, azt meg kell csatolni, mert az a szervejelenek is úgy kapom, hogy... Mi ezek a maga igazolása? Hát, hogy ő jogosult, a karmarányi van, hogy tartalék a szakértők. Az energetikus. Hát akkor igen. Itt, igen. Itt ide kéne beírni, akkor onnan húzzuk ki a szakági diplomát, és ide, hogy az audit tevékenységbe jogosító. Hát igen, az az erősebb, mert úgy nélkül nem végezhet, hogyha hiába van szakági diplomája, attól még nem végezhet, hanem neki egyeket végezünk itt a kamarának, igen, csak kamarának adtam el, aminek előfeltétele van a szakmai viszont, hogy mint jogászoknál a hiába van diplomája, a nincs kamaraitagságot, nincs meg, ahogy hívják, de nincs meg a szakirányú végzettsége után. Azt húzzuk ki akkor, igen. A szerződés tervezet meg már volt korábban, és akkor tulajdonképpen ugye abba kell még a bizottságnak dönteni. Hogy a fejállat terül. Igen, a polgármester által javasolt négy. Itt voltak az első, vagy valamelyik gondolom. Ugye ez annyit, hogy ugye a Prorégió volt a régen a közelműködő szervezet a geológus pályázatokban, tehát nyilván neki elég jó ismeretei vannak, hogy mit kell legyen pályázathoz, meg kapcsolatai is. Meg ugye ő elvileg csinálhatja majd a projektmenedzsmentet is, ha úgy alakul. Az abszolvóval dolgoztunk, már nagyon jó tapasztalataink vannak velük. A Tenner most végeztem. Az, az az Energyvel dolgozik, aki ugye elkészített az energetikai vizsgálatot, úgyhogy ilyen szempontból ő is, tehát neki ez az előnye. Blablant nem ismerjük. Abszolút ismeretlen. Valamit nyugodítottság? Szeretném. Köszönöm, valami is tudom. Én sem tudom. Ezeket jónak tartom, szerintem ezek lesznek olyanok. Az Prorégiót, mint az abszol volt. Szerintem mind a négyet keresünk meg. Majd elvesszük meg. Keresünk azért meg. Kérdés meg egy ilyen személyt, a Bódat van, hogy mit jelent ez? Hát ő, aki az energetikai részt csinálja. Tehát a Renesco, meg az Energy és az energetikus. A Prorégiónál, meg a Blaplánon nem tudjuk. De valakinek is kell valami legyen, csak ő nem jelölte meg. Nem tudtam, hogy ezt jó. Akkor van ennek egy erdőkönyvű formája? Nem kell, mert ugye most ez is változik egy picit, hiszen itt a bizottsággyűlésről van szó, itt bizottsági határozatot hozunk. Tulajdonképpen amit én fontosnak tartani, hogy a határozatban benne legyen akkor, hogy milyen ajánlattevőket hagy jóvá, és hogy az ajánlati felhívást a határozat mellékete szerint tartalommal. Amit egyszerűen beszéltünk át, ez jól van, kis pontban lesz. Meg a határozatban, hanem a jegyzőkönyvhöz, majd amit holnap átküldünk, meg lehet fixálunk azt. Két pontra összefogad a döntésnek, az egyik pontja az, hogy a polgármester
javaslatában, beruházás javaslatában megjelölt négy céget, akkor a bizottság javasolja, van amiknek más eltérő ettől, akinek nem azt egyet a kezét, hogy meghívjuk őket, mint javasolt ajánlattevők, illetve a második feladat pedig arról, hogy amit most átvezettünk, átdolgoztunk, azokkal a pályázati ajánlati felhívást elfogadjuk a kérdezőt, azt egyet a kezét, aki nem. Tartózkodás megállod, hogy a mondati hangból. Fölöslegesnek tartom, mert most még tudó jegyzőt üdvözni, hiszen a bizottság jegyzőt üdvözni. Szabályozatom tényleg úgy szóval, hogy ezt egy mint ahogy az adhok csinált is annak idején. De ott azt mondja, nem hozott döntés. Az azért volt jegyzőt mert neki nem volt hatása hozatlanul. De akkor nem gondolom, hogy rájtól megcsináltuk ezt a szabályozatot, hogy akkor igen, mert nem előre azt. De azért nem kell, mert ami korábban jegyzőtőkben volt, ahogy én most a jegyzőtőkben kivonatot fogom oda tenni. Az a jegyzőpár. Akkor kérem az urakat, hogy úgy készüljenek, hogy május 17, ha megy meghívó, ha nem meghívó, de akkor fog menni biztos. 17-én, kedden, 14 órakor ebben az időben, hogy ezek közül megnyújtják, akkor 17-17 órára fölbontjuk, és döntünk benne, mert utána a testület, akkor már megy tovább 15 órakor. Jó? És a mindenki, bár ugye nem volt aki. A meghívónak a helyiséget figyeljük, hogy mennek, mert biztos mennyit lesz. Lehet, hogy a szomszéd. És hány órakor lesz? 14 órakor. Kettes órakor. Tessék, hogy az utána. Úgy néz, hogy ez az egy napi erős gondolom. Csak vétkes lehet, hogy itt köszönhessék. Másnap ilyen nem lesz. Lehet, hogy igen valami. Most nem tudom, sose lehet tudni. Hát nem valószínű. De ezek szerintem, ami pályázatokkal kapcsolatban fontos volt, az most azért hoztuk be a kistérségét is, mert mondta Erik, hogy hát július az már nagyon késő lenne. Bezárom az ülést. Köszönöm. Köszönjük.